Kedves kollégák, elérkeztünk a speciális relativitás elmélet történetének a harmadik egyben utolsó blokkjához, ami a téridőről fog szólni. Mi is ez a téridő, és miért kapcsolódik a relativitás elmélethez? Emlékezzünk, tanultuk, hogy már Oresmius a 14. században fölveti, ugye emlékezzünk, ebben a korban Oresmius és kortársai rajzolják fel az első helyidőgrafikonokat például. Szóval Oresmius fölveti, hogy úgy tűnik, hogy a tér az három koordinátával írható le, az idő pedig egyel, és ezek bizonyos szempontból hasonlóak, ezt teszi lehetővé az időfüggő grafikonok megrajzolását. Szóval Oresmius azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy a világunk egy négydimenziós világ, három tér és egy idő koordinátával írható le. Ez egy érdekes fölvetés volt, de a relativitás elmélet születéséig nem volt igazán fontos ez a feltételezés, mert hát úgy tűnt, hogy a tér meg az idő egymástól független, és nincs kapcsolat a kettő között. Ugye emlékeztető, ezek az egyenletek szerepeltek korábban már, csak ide másoltam őket, hogy jobban érzékeljük, amit mondok. Itt van a galilei transzformáció, a klasszikus fizika azt mondta, hogy ha áttérek egy másik, egy vesszős vonatkoztatási rendszerbe, akkor például az időtartamok azonosak lesznek. Hát lehet, hogy egy alappont eltérés van a két időt mérés között, de ha a t egy másodperccel nő, akkor a t vessző is egy másodperccel nő. Aztán a koordinátákban lehet eltérés, mert persze csúszik el egymáshoz képest nagy v sebességgel a két koordinátarendszer, de azért a távolságok nem változnak meg, tehát hogyha egy vonatkoztatási rendszerbe két pontnak 1 méter a távolság, akkor a másik vonatkoztatási rendszerbe is 1 méter lesz a távolsága, csak hát ugye más konkrét koordinátáknak a különbségéből jön ki ugyanaz az 1 méter. Ezzel szemben tanultuk, hogy a speciális relativitás elmélet ezt a nyomvad 1 per gyök 1 mínusz v nézet per c nézetes Lorentz faktort vezeti ide be, ami azt jelenti, hogy a két koordináta rendszerben már el fognak térni a távolságok és időtartamok. Vagy nézzük csak, például a t vessző képletében megjelenik az x. Tehát helytől függő, hogy hogy számoljuk át az időt a másik koordináta rendszerbe. Keverednek a tér és az idő koordináták. Na, itt jött be igazán a téridő koncepciójának a jelentősége, hogy a Lorentz transzformáció ténylegesen keveri ezeknek a koordinátáit. Most a keveri nem negatív értelemben, hanem össze kell kombinálni őket, hogy megkapjuk. Ezt vizsgálta Hermann Minkowski, akiről annyit meg kell mondani, történeti érdekesség, hogy ő Einsteinnek nem a tanítványa, hanem a tanára. Tehát már Einstein eredményei után foglalkozott Einstein egykori tanára, szintúgy ugyanazzal, mint a akkora már híressé vált tanítványa, és letett az asztalra új eredményeket. Tehát néha azért az öregebb tanárok is megmutatják, hogy azért még ők is tudnak valami újszerűt letenni az asztalra. Nos, Hermann Minkowski 1908-ban publikálta a téridővel kapcsolatos megfontolásait. A következőt mondta. Akkor a téridőnek egy pontja, amit eseménynek nevezünk, esemény, valahol és valamikor történik valami. Tehát, hogyha megadjuk az időt, meg a három térkoordinátát, akkor azon megadtuk, hogy hol és mikor történt valami, ezt nevezzük eseménynek. Szóval azt mondta Minkowski, hogy nézzük csak, hogy két esemény közti különbségek hogyan változnak. Milyen két eseményről beszélünk? Például beszéljünk arról, az Einstein vonatos kísérletében az első lámpa meg a hátsó lámpa felvillanása. Ezek között mekkora a térbeli eltérés, meg mekkora az időbeli eltérés. Ezekről szól a Lorentz transzformáció, hogy hogyan lehet ezeket megvizsgálni. Nos, a Lorentz transzformáció egy képlet arra, hogy hogy számolom át a koordinátákat egyik rendszerről a másik rendszerre. Minkowski megnézte, hogy a koordináta, beleértve a tér és az idő koordinátákat is,
a koordináta eltérések hogyan transformálódnak. Tehát, hogyha van két esemény, mondjuk két lámpa felvillanás, akkor azoknak az eltérése hogyan változik a Lorentz transformáció szerint. Ehhez nem kellett már újat felfedezni, csak a Lorentz transformációt két esemény különbségére vonatkoztatni. És Minkowski azt vette észre, hogy bár kezdetben az egyenletek elég bonyolultak voltak, de rengeteg minden kiegyszerűsödött, és végül is az jött ki, hogy a koordináta különbségeknek egy fura kombinációja az minden vonatkoztatási rendszerben azonos. Bármely két vonatkoztatási rendszerre igaz ez. Hogy a C négyzet delta T négyzet mínusz, a delta X négyzet plusz delta Y négyzet plusz delta Z négyzet, ez ugyanaz. Hát ugyanitt a jobb oldalon ugyanezen csak vesszővel, tehát a másik vonatkoztatási rendszer. És ez egy általános törvény, akármely két egymáshoz képest egyenletesen mozgó rendszer között ez igaz. Minkowski először levezette ezt a Lorentz transformációból az itteni számításokkal, de aztán rájött, hogy a fordítottja is igaz. És azt mondta Minkowski, nem is a Lorentz transformáció az igazi alaptörvény, hanem ez. Ez az alaptörvény, és megmutatta, hogyha feltételezzük ennek az igazát, akkor ebből le lehet vezetni a Lorentz transformációt. És ez egy egyszerűbb és geometriai jelentéssel is bíró alaptörvény, és ezért Minkowski azt mondta, hogy ez az igazi alaptörvény. Nézzük csak, miről is van szó? A következő, a Minkowski azt mondja, az az alaptörvénye a téridőnek, ami itt van fölírva, hogy ez az S négyzet mennyiség, ez állandó. Akármelyik koordináta rendszerből nézzük két eseménynek az eltérését, ez a kombinációjuk, ez állandó lesz, ez az S négyzet vonatkoztatási rendszer függő. Mi is ennek a jelentése? Egyrészt csináltam egy olyan trükköt, hogy a C négyzetet beloptam a delta mögé, ezt ugye megteltem, mert ez egy konstans szorzófaktor. Az ennek a geometriai jelentése, az első lépés, hogy az időt mérjük méterben. Na most, ez most hülyén hangzik, meg kéne magyarázni. Mi az, hogy az időt mérjük méterben? Hát ugye a tét szekundumban mérjük, a C az méter per szekundum, méter per szekundum szó szekundum az méter, és ugye a C-szer T az azt fejezi ki, hogy T idő alatt mennyit tett meg a fény. Tehát ez azt mondja, hogy ne szekundumban mérjük az időt, hanem méterbe, hány métert tett meg az alatt az idő alatt a fény. Mérjük így a fénysebességet. És ha így összeolvasztjuk, és a C-szer T mennyiséget tekintjük a skálázott időnek, akkor az egész nagyon hasonlít a térbeli, illetve négydimenzióbeli Pitagorasz téterre. Ha itt egy plusz jel lenne a mínusz előjel helyett, akkor ez azt fejezné ki, hogy a két esemény közti eltérés a téridőben az állandó. Ugye ez lenne a téridőbeli Pitagorasz tétel. Hasonlít az egész a háromdimenziós Euklidesi geometriára. A háromdimenziós Euklidesi geometriában, ha van két pontom, azok távolság négyzete, a delta x négyzet plusz delta y négyzet plusz delta z négyzet, ez egy állandó, hogyha két pont távolságát megmérem két különböző koordináta rendszerből, ugyanaz lesz. Lehet, hogy a koordináták eltérnek, de a különbség négyzetek összege az állandó lesz. A Minkowski geometria pedig azt mondja, hogy majdnem ugyanilyen a téridő, csak egyrészt mérjük az időt szekundumban, mérjük az időt méterben, bocsánat, és akkor mértékegységek stimmelnek, és itt van ez a nyavajás mínusz előjel, de azért nagyon hasonlít erre. Azt mondja Minkowski, hogy a téridőnek ez az alaptörvénye. Nevet is adott ennek, nem azt mondta, hogy az S az a távolság, hanem azt mondta, hogy az S négyzet a téridő intervallum négyzete. Milyen messze van a két esemény egymástól,
a téridőben. Ezt fedezte föl. Tehát Minkowski szerint a téridő hasonlít, mint a normál háromdimenziós tér, ha az időt méterbe mérjük, és a két pont távolság négyzete helyett ezt a téridő intervallumot számoljuk, ahol itt egy mínusz előjel van. Ebből Minkowski levezette az egész speciális relativitás elméletet. Na most, itt megjegyzendő, hogy persze lehet vitatkozni, mert lehet azt mondani, hogy Einsteinnek a fénysebesség állandóság az axióma, abból levezethető a Lorentz transzformáció, abból levezethető ez a Minkowski féle törvény. Minkowski azt mondja, hogy ez az alaptörvény, és ebből vezethetjük le a többit. Igen, nem dönti el a fizika, hogy melyik az alaptörvény, ahhoz azt kellene eldönteni, hogy a jóisten, a teremtő mit gondolt a fejében, és ő mit tart alaptörvénynek. Logikailag elvitatkozhatunk, hogy melyik az alaptörvény. Az, aki tanulmányozta úgy a relativitás elméletet, hogy tényleg számolt is vele, az azt mondja, én magam is, hogy sokkal egyszerűbb mindent kiszámolni, hogyha ebből a törvényből indulunk ki. Persze történetileg először a Lorentz transzformáció volt felfedezve, ez egy későbbi eredmény, de úgy tűnik, hogy ebből egyszerűbb számolni. Ezért sokan ezt tekintik az igazi alaptörvénynek. És ha ezt meghallanák az ókori görögök, ők is örvendeznének, mert azt mondják, hogy ugye megmondtuk, hogy a geometria van minden mögött. Hát igen, csak ezt nem értenék, mert ugye formulákat nem tudtak fölírni, és ezt megszerkeszteni nem annyira lehet. Igen, a relativitás elméletben tárgyalja ennek a geometriai jelentését, tehát például az azonos távolságú pontok halmaza nem kör lesz, hanem hiperbola, meg ilyesmi. Tehát azért lehet geometriailag is kezdeni itt valamit, de azért a pusztán ókori görög geometria nem lenne ide elég, de azért annak örülhetnének euklidészék, hogy azért a világmindenség kormányzó törvényei között a geometria kiemelt szerepet visz. Ott van ez a mínusz előjel. Ez jelenti a különbséget a háromdimenziós tér és a négydimenziós tér között. Miért van ott? Nem tudjuk. Ilyen a világ. Pont. Ezt hozták a mérések. Kész. Ezt így kell elfogadnunk. Milyen lenne a világ, ha itt plusz előjel lenne? Teljesen máshogy néz neki. Például akkor lehetne fénysebességnél gyorsabban repülni, meg egy csomó minden más. De akkor, ha itt plusz előjel lenne, akkor a Michelson-Morley vagy a Trouton-Noble kísérlet nem úgy zajlott volna, hogy zajlott. Tehát ha mi a mi világunkat akarjuk leírni, akkor el kell fogadni, hogy ott van ez a negatív előjel. Kicsit megpróbálva szemléltetni ezt a dolgot, ha a normál és a vesszős rendszer közti áttérést nézzük, és itt van az egyik esemény, itt pedig a másik esemény, akkor látjuk, hogy a Galilei transzformáció szerint a időtartamok, a delta t-k azok azonosak a két rendszerben, a távolságok két esemény távolsága eltérhet, ha két esemény nem egy időpontban történt, mert lehet, hogy az egyik rendszer közeledik a másik esemény fele. A Lorentz transzformáció szerint viszont mind az idő, mind a térbeli eltérések eltérhetnek, mert ilyen furcsán ferdék lesznek ezek a koordináta tengelyek. És megadható ez a geometriai jelentése is ennek. És még a téridős gondolkozásokból kiderült, hogy nagyon sok olyan fizikai mennyiség, amiről sejtettük, hogy kapcsolódnak, a négydimenziós téridőben teljesen egyé válnak. Például kiderült, hogy a lendület és az energia az együtt egy négydimenziós vektort alkotnak. Ugye, aki az elemi fizikával ismerkedik, annak az néha keveri a lendületet és az energiát. Persze ezek nem azonosak, de most azok egy kicsit megnyugodhatnak, hogy és kidumálhatják, hogy hát én azért kevertem eddig a lendületet meg az energiát, mert megéreztem, hogy ezek valójában ugyanannak a négydimenziós vektornak a komponensei. Jó, hát ez persze kukaság, ez így nem jó. A lendület és az energia azok különböző mennyiségek,
De kiderült, hogy a négydimenziós téridőbe egy vektornak a komponensei. És a Minkowski leírása alapján kell ezeket egyikről a másik rendszerrel transformálni. Vagy kiderült, hogy az elektromos és mágneses tér együtt egy négydimenziós tenzort alkot. Mondjuk azt, hogy egy négydimenziós mátrixnak a komponenseibe, egy 4x4-es mátrix komponenseibe írhatók be az elektromos és mágneses térerősségek, és ezek, amikor koordinátarendszert váltunk, egymásba alakulnak. És ez megmagyarázza a Truton-Noble kísérletet, meg mindent. Tehát például kiderül, hogy amikor van egy elektromos tér az egyik rendszerbe, áttérek egy másik vonatkoztatási rendszer, akkor az elektromos tér egy részéből mágneses tér lesz, mert ezek valójában ugyanannak a négydimenziós objektumnak a komponensei. Hát ez már nagyon ezoterikusan hangzik egyenletek nélkül, és el is hiszem, hogy a részleteket így nem lehet követni. Ennyit fogadjunk el, hogy kiderült, hogy Minkowskinak az ötlete nem csak egy egyszerű alapelvhez vezet, hanem azt is megmutatja, hogy korábban különbözőnek gondolt fizikai fogalmak a négydimenziós szemléletbe egy négydimenziós matematikai objektumnak a komponenseiként jönnek le, és ebből egy csomó minden megérthetővé válik. Kísérletektől kezdve egyszerűbb formába írhatjuk fel az egyenleteket. Amikor ezt egyetemen hát fizikusként tanultuk, de konkrétan nekünk végig is kellett ugye számolni. A mai napig emlékszem arra, amikor kimutatták ezt a elméleti fizika előadáson, az előadó szépen krétaporosan levezette ezt a dolgot részleteiben, hogy hogyan alakulnak az elektromos és mágneses tér komponensek egymásba, hogyan lehet ezeket összeszedni. Ez hülyén fog hangozni, életem egyik legnagyobb esztétikai élménye volt. Tehát aki átesik azon, hogy ezt megértse a matematikai alapjait ennek, és ne az jelentse a gondot, ez egy fantasztikusan szép konstrukció. Tehát ez egy ilyet, aki képes megérteni, annak legalább akkora élményt ad, mint egy nagyon jó zenének a hallgatása, mondjuk. És hát többek között ez szép a fizikában, hogy megtaláljuk ilyen látszólag független dolgok közti kapcsolatot, és aztán utána ezt felhasználva jobban megértjük a dolgokat, és akár jobb berendezéseket tudunk belőlük csinálni, mondjuk bolygóközi kommunikációt, amikor a telefonálgatunk ide-oda a Mars szondával. Nos, de visszatérve egy picit a téridő gondolatára. A téridő koncepciója a fénysebességnél gyorsabb mozgásról is mond valamit. Az derül ki a téridő geometriájából, a Minkowski-féle téridő intervallum négyzetállandóságából, hogyha lenne egy fénysebességnél gyorsabban mozgó test vagy jel, akkor lenne olyan vonatkoztatási rendszer, melyből fordított irányba menne, mint valójában. Miről is van szó? Ez nagyon hülyén hangzik. Ugye képzeljük el, hogy például kilövök egy golyócskát, a Holdba becsapódik. Ha ez a golyócska fénysebességnél lassabban megy, akkor a kilövése, meg a Holdba való becsapódása, ez a két esemény mindenképpen ebben a sorrendben következik be. Tehát előbb lőttem ki, később csapódott be a Holdba. Ha fénysebességnél lassabban mozog valami, akkor a sorrendje nem cserélődhet föl. Nem cserélődhet fel az, hogy honnan, hova ment a golyócska. De az derül ki a téridő gondolatokból, hogy ha a golyócskán fénysebességnél gyorsabban menne, akkor én úgy látom, hogy én lőttem ki a golyót és becsapódott a Holdba, de valaki más, egy űrhajóról figyelő ember meg láthatná úgy, hogy a Holdról repült vissza az én kilövő szerkezetembe a golyó. De hát ez hülyeség.
Hát honnan visz hova információt a test vagy a jel? Ki üzen kinek? Ki lő kire? Eldönthetetlen lenne ez. Kiderült az ilyen téridő megfontolásokból, hogy a fénysebességnél gyorsabb repülés felborítaná az ok-okozati viszonyokat, az úgynevezett kauzalitási viszonyokat. Felcserélődne az ok és az okozat. Például kiderült, hogy ha lenne egy űrhajó, amivel tudnék fénysebességnél gyorsabban üzenetet váltani, lenne valami szuperfényem vagy szuperrádiójelem, ami fénysebességnél gyorsabban megy. És mondjuk ilyen önellenőrző tesztként azt csinálom, hogy én itt a földi központban csücsülök, minden nap déli 12 órakor küldök egy bitet, nullát vagy egyet, és azt várom, hogy a szerkezet visszasugározza a nullát vagy az egyet, ezzel ellenőrzöm, hogy jól működik a rendszer. Ugye előre nem közöm, hogy nullát vagy egyet küldök, mert különben nem lenne ez ellenőrzés ennek a ellenőrzés a rendszernek. Persze a gyakorlatban ilyen ellenőrzése nem egy bitet, hanem egy hosszú bitsorozatot várnak el, hogy visszaadja, de most ez részletkérdés. Az derült ki a téridő intervallumos megfontolásokból, hogyha C-nél gyorsabban kommunikálhatnék az űrhajóval, az űrhajónak nem is kéne fénysebességnél gyorsabban mennie, de előfordulhatna olyan sebesség, kombináció, meg iránykombináció, hogy előbb érne vissza a válasz, mint 12 óra. Micsoda hülyeség, leülök 11.45-kor a gép elé, hogy majd 12-kor elküldök egy nullát vagy egyet. 11.45-kor el se döntöttem még, hogy mit küldtem el. Erre visszajön a válasz, hogy te 12-kor azt küldted, hogy egy. Akkor már nem lesz lehetőségem a nullát megnyomni, mert tudom a jövőt előre. Ugye ez általában visszaköszön mindenféle sci-fi filmben meg könyvben, hogyha ismerem a jövőt, akkor az engem kényszerít, hogy egy bizonyos módon viselkedjek. Vagy a fordítottja, ha megváltoztatom a múltat, mert visszautazok egy időgéppen a múltba, és mondjuk véletlenül megölöm a nagyapámat fiatal korába, mielőtt még gyereke lett volna, akkor hogy a fenében van ez? Megöltem a nagyapámat, nem lett neki gyereke, nem lett annak se gyereke, akkor én meg se születhettem, de akkor vissza se mehettem, akkor mégis életben maradt a nagyapám, és végtelen ciklusban kerülök. Ezért mondják azt, hogy nem lehet fénysebességnél gyorsabban se jelet, se részecskét küldeni, mert akkor lehetséges lenne az időutazás, vagy legalábbis az időben visszavaló üzenetküldés, és felbomlanának az ok-okozati sorrendek. Persze ez a sci-finek egy nagyon jó alapanyag. Lásd a Terminátor történetek, vagy a Visszajövőbe, és rengeteg vicces sztorit lehet ebből kitalálni, de ezek mindenhol logikai lyukat tartalmaznak ezek a történetek. Ha visszaküldhetek az időbe jelet, és ezt egy múltbeli ember tudatába föl tudja fogni, akkor az őszal már az egy jövőből jött jel, és akkor már annak megfelelően, annak értelmében megváltozzak a cselekvései, és a többi, és a többi. Erre a fizikusok azt mondják, hogy oké, csináljunk belőle remek sci-fiket, csettítsünk vissza a fél univerzum élőlényeit, mint a Marvel univerzumban, meg minden, jót el lehet rajta szórakozni, de a valóság ilyet nem tartalmaz. A valóságban nincsenek ilyen önellentmondó rendszerek. És igaziból ez az az oka, ami miatt azt mondjuk, hogy fénysebességnél gyorsabb üzenetküldés és utazás lehetetlen. Azt mondja a téridőről adott kép, hogy így lehet lerajzolni a világunknak a térképét. Itt középen ez a piros bogyó, ez az itt és most, ebben a pillanatban. Fölfele van az időtengely, rám erőlegesen két tértengely fért föl, a harmadik már nem, mert nem tudok négy dimenziót jól ábrázolni három dimenzióban. Ez is ugye valójában két dimenzió, mert a háromdimenziós rajzot levetítettem a síkba.
Szóval itt van a megfigyelő ebben a piros pontban, és a jövőbeli fénykúp az azon pontok halmaza, ennek a kúpnak itt a belseje, be kéne satírozzom ezt az egész belsőt, de azt nem tudom jól, ez azon pontok halmaza, amit fénysebességnél lassabb mozgással el tudok érni, ide el tudok utazni, vagy jelet tudok küldeni. A múltbeli fénykúp azon pontok halmaza, ahonnan fénysebességnél kisebb sebességgel el lehetett érni az itt és mostba. Ezek azok az események, amik rám hatással lehetnek, és az összes többi az egyidejű tartomány, vagy nevezhetjük jelennek, szóval nagy tartományt, ez se hatással nem lehet rám, se én nem lehetek hatással ezekre a téridőbeli eseményekre. Tehát ami nagyon távol van tőlem, és időben csak kicsit tér el, oda nem tudok jelet küldeni, vagy onnan nem tudok jelet fogadni. Megint csak egy korlát. Nem tudok akármire hatással lenni, ami idegesíti az embereket. De úgy néz ki, hogy a világ ilyen. És a végén beszéljünk pár szót arról, hogy az egészben mi a fény szerepe. Mert sokan azt mondják, hogy ez hülyeség. Hát a fény megakadályozza, hogy egy elektron gyorsabban menjen, mint a fénynek a sebessége. Mi csinál a fény? A fény egyfajta rendőr, ami uralkodik az univerzumon és megakadályozza a gyors hajtást. Miért fontos a fénynek a szerepe? Valójában ez egy teljesen rossz megközelítés. A téridős megfontolásokból világosan látszik, hogy a fény nem ő uralkodik a világ mindenségen, ő csak egy indikátor, a fény csak jelzi, hogy a téridő szerkezetbe bele van égetve egy határsebesség. És a téridő az, ami egy határsebességet ró ki mindenre. A fény az csak azért különleges, mert a nyugalmi tömege nulla, így el tudja érni ezt a határsebességet. Precízebb lenne, hogyha amikor a relativitás elméletről beszélünk, akkor a C-t nem fénysebességnek neveznénk, hanem határsebességnek hívnánk. Csak hát egyrészt történeti okokból ez alakult ki, másrészt meg kevesebb szótag a fénysebesség, mint a határsebesség, úgyhogy ezért megmaradt ez. De valójában az a C, az az univerzumba beleégetett határsebesség, amit a fény csak mondhatni letapogat. Vannak más nagysebességű részecskék is. Az egyik például a graviton, ez a gravitáció feltételezett részecskéje, amit direktben még nem mutattak ki, de az elméletekkel az van összhangban, hogyha ennek nulla nyugalmi tömeget tételezünk föl, tehát hogy a gravitáció fénysebességgel halad. A másik részecske, ami majdnem ilyen, a neutrino, erről majd a részecske fizika történetében beszélünk. Egyelőre fogadjuk el, hogy van ilyen nagyon pici részecske, aminek a jelen mérésekből úgy tűnik, hogy van nyugalmi tömege, de az nagyon pici. Az elektron nyugalmi tömegének a milliomod részénél is kisebb. Ez bizonyos radioaktív bomlásoknál keletkezik ilyen neutrino, és ezek, mivel nagyon pici tömegek, mérés hibán belül fénysebességgel közlekednek. Tehát ők meg tudják közelíteni a fénysebességet. És végül pár szót szeretnék ejteni arról, hogy ennek a speciális relativitás elméletnek a téridővel, a Lorentz transzformációval, meg mindennel együtt az évtizedek alatt, illetve most már egy évszázad alatt, ami a felfedezés óta eltelt, nagyon sok új kísérleti bizonyítéka gyűlt össze. Persze, eleve a kísérleteken alapult ezeknek a megalkotása, lásd Trutnóból kísérlet, Kaufmann elektrongyorsításai, de utólag még több és még pontosabb bizonyíték halmaz gyűlt össze. Például kimutatták, hogy a felgyorsított kis elemi részecskék a relativitás elmélet szerint szenvedik el a tömegnövekedést és az időlassulást. Folytatták Kaufmann után az elektronok gyorsítását, például technikai okokból a katódsugárcsövekben, de aztán elemi részecske kutatásokban is, és kiderült, hogy sok-sok tizedes jegyre megközelítve a fénysebességet az elektronokkal,
Minden úgy történik, hogy a relativitás elmélet leírja. Bomlékony elemi részecskék bomlás idejének a vizsgálatával is kimutatták, hogy az idő le is lassul nagy sebességeknél. Aztán kimutatták nagyon pontos órákkal, úgynevezett atomórákkal, hogy egy gyors repülőn szállított atomóra tényleg lassabban jár egy picit, mint a Földön hagyott társa. Ezek a hatások sokáig csak elméleti szempontból voltak érdekesek, de például a GPS rendszerek, a műholdas navigációs rendszereknél már a gyakorlatban is beleszólnak, mert kiderült, hogy a műholdaknál igaz, csak a 9. tizedes jegyben módosít a relativisztikus korrekció, de az már bizony számít, és a relativitás elmélet nélkül nem lehetne a GPS rendszereknek ilyen néhány centiméteres elvi pontossága. Hanem azt hiszem, relativitás elmélet nélkül 50-100 méteres pontosság lenne csak elérhető, mert a 9. tizedes jegy az már beleszól ebbe. Aztán kiderült, hogy a magreakciók, amik az atomreaktorok és az atomerőműveknek az atomerőművek és az atombomba, meg hidrogénbomba alapját képviseli, ebben is a tömegenergia egyenértékűség játsza a kulcs szerepet. És hiába keresték a fizikusok, nem találtak fénysebességnél gyorsabb részecskéket, pedig nagyon szeretnének ilyesmit, de nem sikerült ilyet találni. Nos, azt kell mondani, hogy a speciális relativitás elmélet akármilyen furcsán hangzik, és akármennyi látszólagos ellentmondást hordoz magában, kiderült, hogy nincsenek igazi ellentmondások, és számtalan technikai alkalmazása is van, és egy kulcseleme annak, hogy megértsük a világ mindenséget. Végül néhány tanulság, kicsit visszatekintve az egész speciális relativitás elmélet tanulmányokra. Kiderült, hogy a mechanika és az elektromosság talán, tehát Newton és Maxwell egyenletei külön-külön jól működtek, de amikor össze akartuk rakni őket, mozgó vonatkoztatási rendszerről hogyan kell a Maxwell egyenleteket érteni, akkor mindent föl kellett borítani. Emlékezünk a legelső előadásra a Fisteryből. Akkor mondtuk, hogy néha előfordul, hogy az alaptörvényeket is újra kell gondolni, ahhoz, hogy megértsük. Na hát, itt a modern fizika hajnalán ez például megtörtént, és ezt néztük meg az előzőekben. Aztán néha vannak olyan zavarbejtő pillanatok, amikor például az éterszelet nem mutatták ki, amikor úgy tűnik, hogy teljes káosz van, mégse mozog a Föld. És ezek pillanatnyi zavart hoznak, de ezek hozzák a nagy felfedezéseket. Aztán az is kiderült, hogy az olyan hallgatólagos feltételezések, mint például, hogy az idő az vonatkoztatási rendszertől függetlenül telik, azok hiába sikeresek évszázadokig, néha erőt kell venni magunkon, megszabadulni ezektől, és kiderül, hogy ezek már pedig meg tudnak változni, ezek a törvények, ezek a vélt törvények. És úgy tűnik, hogy nagyon jól működik Einsteinnek a szemlélete, hogy ami nem mérhető, arról ne is beszéljünk a fizikában, azt tekintsük olyannak, ami nincs. Ha az éterhez való mozgást nem mutathatjuk ki, ezt írják az egyenletek, akkor jobb azt mondani, nincs is éter. És vannak a természetbe beépített korlátok, például a fénysebesség, egy ilyen korlát, és hiába mérgelődünk, ez már pedig így van, ilyen a természet. Valamint egy nagyon nagy felfedezés, ami aztán a magfizikára, meg sok mindenre hatással van, későbbi részben a félben látjuk, hogy a testek tömege egyenesen arányos energiatartalmukkal, ez egy nagyon fontos alaptörvény, és ez ilyen éterszeles, meg ilyen kísérletekből következett sok-sok emberi munka, gondolkozás és kísérletek gyümölcseként. Köszönöm szépen a figyelmet!